Mit gondolt, fiam? Hogy egy szeszélyes őrült vagyok, aki mindenkit veszélybe sodor, aztán egy jót rö... Mire olvasod ezt a levelet, már messze járok. Mi történt, Paul? Valaha tökéletes volt az életünk. De már nem bírom tovább. Nem vagyok az anyád. Valahányszor maminak hívsz, mintha belém folytanád az életet. Ne próbálj megtalálni. Nagyon messze mentem, és nem jövök vissza soha. Em. Nem! 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 En! Di Marco, mit keres maga itt? Azt hittem, egy súlyos gyilkossági ügyben nyomoz. Semmi nyom, kapitány. Remélem, a labor talál valami érdekeset. Igen, már én is átnéztem az összes aktát, hát ha megtalálom az emberünket. Jó, tegyenek félre minden ügyet, amíg ezt nem tisztázzák. A polgármester nem száll a nyakamról addig. Tudják, mit jelent ez? Igen, teljesíteni kell a parancsot. Mindegy, hogy hogyan, de hozzák be a fickót. És mindig tájékoztassanak, hogy legyen mivel a polgármesternek megetetni az újságírókat. Igen, uram. Sajnálom, én csak mókásnak találtam, hogy egy olyan nő, mint maga, nyanyabugyikat nézeget. Egy olyan nő, mint én? Hát igen, aki ilyen karcsú. Maga pedig tuskó. Várjon! Nagyon sajnálom, nem akartam megsérteni. Nézze, porbafingó. Fogja meg a két kezét, és vezesse el magát. Jó, ez fájt. Kezdjük előről. I'm actually volunteering at the hospital right now, because I'm waiting for this re-up thing to come through. Most épp önként a sápolónőként dolgozom, és közben várom, hogy kiderüljön, hogy hol lesz a következő állomás helyem. Joy sztoria a házról igaz. Egy San Diego-i fickói, aki csak két hétig használja a síszezonban. Ha titkolni akarja, hogy pénze van... Nem így néz ki egy nő, akinek milliói vannak. Egyáltalán nem az a típus. Tessék! A fiúknak fügyék van, a lányoknak meg punciuk. Igen, rátapintottál a lényegre. Ez fontos. A papám nem dolgozik, ezért neki kell otthon mosogatnia. Fogadjunk, hogy buzi. Miféle férfi az, aki óvodában tanít? Buzi és kész. Igen, azt hiszem. Minden esetre kevés óvóbácsit ismertem életemben. Samantha úgy hívja, az óriás. Nézd, ott van. Hol, édes? Szentején, ez az óvó bácsi? Igen. Ó, úristen. Mi bajod? Nem mutatkozhatom smink nélkül. Mi sem vagyunk isminkelve. Ti férnél vagytok, tőletek nem várják el. Én nekem még be kell csomagolnom pár holmiba. Értem. Kellemes idő van. Ja. Meg kell sétáltatnom a kutyámat. Nincs kedve velünk jönni? Nincs. Nem. Nem? Nem. Ugyanis az a helyzet, hogy kezdem megkedvelni, és ha most elmegyünk sétálni, akkor a végén még jobban fogom kedvelni, és egyszer még az is megtörténhet, hogy beleszeretünk egymásba, és akkor egy darabig minden nagyon szép lesz és finom, de aztán egyszer csak így a fejemhez vágná, hogy disznó vagyok, és közben tépné a haját, és azt rikácsolná, hogy látni se akar többé soha az életben, mert én az őrületbe kergetem, és ott állik romokban, hát kinek kell ez jó éjszakát? Hm?
magad! Mit akarsz? Mit? Mondd meg! Éhes vagy? Tessék, zabáld meg a hamburgert vagy a babot! Ott a bab! Szomjas nem lehetsz, bele se nyaltál se a vízbe, se a narancslébe, se az almalébe. Akkor most mi bajod? Mit akarsz? Keverjek neked egy koktélt? Kusszolj! Az istenedet, kusszolj már! 2,5 órája egyfolytában vonyítasz itt nekem! Most a csend legyen! Jól van. Hát tessék, mondd meg, mit csináljak. Mondd meg nekem, mondd meg, hogy mit csináljak. Mi a nyavaját csináljak. Most mondd meg, tessék, mondd meg. Mit akarsz, mit csináljak, húcs? Itt virrasszak veled egész éjszaka? Adjon be nekik nyugtatót, és helyen be maga is. Ne pufázzon bele a dolgomba, rendőr vagyok. Elvitetem a kocsiját. Uram, nem tudom, hol tanult ez a hajó kommunikálni, de roppant sajátosan fejezi ki magát. Úgy veszem ki, azt mondja, hogy az energiacsatolás a negatív tengelyen polarizálódott. Sajnos ki kell cserélni. A barátom, Artua Ditua, Enceua Sripioua, Ua Jabba Hatua, Ua Jagua. Igen, admirális. Hajóink észlelték a Millennium Falcont, nagy úr. De egy aszteroida mezőre került, és nem kockáztathattuk. Nem érdekelnek az aszteroidák, admirális. A hajót akarom, és nem kifogásokat. Találtak valamit? Igen, nagyon. Ez az, ott vannak a lázadók. De nagyon. Lehet, hogy csak egy felderítetlen település. Lehet, hogy valami csempész. Nem, ez a rendszer. És ott kell lennie Skywalkernek is. Azonnal indulunk a hot rendszerbe. Az apádat elcsábította az erő sötét oldala. Attól kezdve ő nem Anakin Skywalker, hanem Darth Vader. Abban a percben az a derék ember, aki az apád volt, megsemmisült. Tedd el a fegyvert! Nem akarlak bántani. Megmondanád, miért jöttél ide? Keresek valakit. Keresel? Miért keresel, hiszen már találtál? Hát. Segítek neked, igen. Nem segíthetsz. Én egy nagy harcost keresek. Egy nagy harcost? A harc senkit sem tesz nagyjá. Here's who you drew into this, Perseus. An honor guard. Young men who look good on the reviewing stand. And old soldiers heading towards retirement. Íme a különítmény, Perseus. A díszkíséret. Csinos ifjak, akik jól mutatnak a parádén. És vén harcosok, akik már pihenni vágynak. What makes you think the witches will tell us anything? Miért hiszed, hogy a banyák beszélni fognak? The Garden of Stygia. This is where the Kraken defeated the Titans. Stygia kertje. Itt győzte le a Kraken a titánokat. Nem! Miss Loretta Figgis? She's gonna be a star in Hollywood. It's only a screen test, Daddy. A screen agent came here and picked out a few girls. Loretta Figgis vagyok. Filmsztárnak készül Hollywoodban. Csak próbafelvételre megyek. Itt járt egy színészügynök, és elhívott pár lányt. A bátyám is ott van. Mármint Hollywoodban? Igen, úgy tudom, kaszkadőr. Lovakról esik le. Nagyon örültem. Uram? Uraim? My therapist tells me might not be getting what I need out of this relationship. Come on, what are we doing here? I think you and me, Amelia, I think we make a great couple. You know where I stand on this. Drága. Szia. Jó reggelt. Mi a baj? Nincs semmi baj, csak nem tudtam aludni. Mennyi az idő? Van még idő. El fogok késni. Lezuhanyozom. Nem menj, maradj még egy kicsit. Nem lehet. Mennem kell.
Várj, készítsek reggelit? Közben nem kérek, késésben vagyok. Ha jól értem, köszönöd, ennyi volt. Figyelj! A pszichiáterem azt mondta, hogy komoly problémák vannak a kapcsolatunkkal. Szeretnék véleg tisztán látni. Mi a baj, hiszen boldogok lehetnénk. Tudod jól, mire vágyom. Csak téged akarlak. Ezt már megbeszéltük. Igaz, fontos vagy nekem, de nem tudom elkötelezni magam. Értem, menj csak. Még a végén elkése. Charlestown? We're going to Charlestown? But I consider myself fortunate to be serving the cause of liberty. And though I fear death, each day in prayer I reaffirm my willingness, if necessary, to give my life in its service. Charlestown? Charlestownba utazok? Hold up. Részem van. De azért szerencsés vagyok, hogy a szabadságért harcolhatok. És bár félek a haláltól, minden nap imádkozom, hogy legyen bátorságom életemet áldozni az ügyünkért. 17 évesen. Az még 2 év. Már 2 évet vártam. Addig véget érhet a háború. Adja Isten. Jobban. Jobban. Rossz volt a kisfiú. Igen. Jobban. Erősebben akarod? Igen. Így most jó? Nagyon. Igen? Így jó. Így most nagyon jó. Igen. Igen, apuci keményen szereti. Igen, apuci keményen szereti. Igen. Egy kicsit keményebben, egy kicsit keményebben. Hogy szereti apucina? Hogy szereti?